Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét. A csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Pakson 17 egyesület 267 versenyzője vett részt, azon a Magyar Kajakkenu Szövetség által rendezett Alsó-Dunai és Dél-Magyarországi régió Héraklész fizikai felmérőn, melyre a 8-tól 14 éves korú kajakos és kenus fiúk, lányok jöttek el a régióból, Pécsről, Szekszárdról és még számos településről. Korosztályonként 4 feladatot kellett teljesíteniük a gyerekeknek. Elkészül! Élettel telt meg Pakson a Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka, az ASE sportpálya és az iskola környéke. A régió kajakos és kenus fiataljai randevúztak, közel 300-an, és mérték össze erejüket az Alsó-Dunai és Dél-Magyarországi régió Heraklész fizikai felmérőjén. A korosztályoknak megfelelően mindenkinek 4 számot kell teljesíteni. Van Cooper futás, az iskola körül 2 iskola kör, folyamatos futás, illetve itt még bent van egy 30 méteres sprint felmérés a kicsiknek, aztán húzockodás fél percig, lábemelés 1 perc, netfit has, plank, fekvőtámasz, ezek a versenyszámok, amikben a gyerekek összemérik a tudásukat. 53 versenyzőt neveztünk. Ugye itt most csak az U8-tól az U14-es korosztályig versenyeznek a gyerekek, és akkor az U15-6-7-8 pedig majd holnap Győrben, ott az egész országból mindenki Győrben megy, a serdülőknél, Ifiknél, és ők majd ott fognak holnap versenyezni. Ugye ezen a hétvégén és a következő hétvégén 6 régióban kerül megrendezésre ez az esemény. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Győrben, Pakson és Agyön van ilyen fizikai felmérőverseny, jövő héten pedig Budapesten lesz 2, és Tiszaújvárosban pedig 1, illetve a holnapi napon a serdülős ifjúsági korosztálynak lesz egy országos fizikai felmérő, ahol együtt régiótól függetlenül vesznek részt ezen az eseményen. 43 főt neveztünk a mai versenyre. Sokat készültünk erre a versenyre, hiszen már november óta tart az alapozási időszak. Ilyenkor a verseny közelettével ezeket a feladatokat, amiket itt kell elvégezni, a sportolóinknak többet szoktuk gyakorolni. Hát alapvetően kajakos gyakorlatokról van szó, amit ugye egész télen végzünk. Több versenyzőnk végez évek óta a mezőny elejébe. Én reménykedem benne, hogy a mai nap végén is ez így lesz, és többen fognak majd érmet kapni. A szekszárdi Jámbor Lotti, Sein Dániel, Bodnár Bálint és Ron Benedek nyakába aranyérem került, míg Kis Léna ezüst, Kercsmár Boglárka pedig bronzérmet szerzett. Pécsről 12 fiatal kajakkenus érkezett vezetőedzőjükkel. Az itt versenyeztethető tulajdonképpen mindegyik korosztályt elhoztuk, tehát U10-től U8-tól U14-ig. Most már a vége fele járunk a versenynek. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek viszonylag eredményesen értek, illetve jó eredményeket értek el, főleg magukhoz képest, hiszen itt ők magukkal versenyeznek, ez igazából ez egy felmérés. Tőlünk most többen vannak úgy, akiknek ez az első, úgyhogy nagy izgalom volt itt hajnalban, de úgy láttam, hogy az első szám után már nagyon mosolyognak, és jól érzik magukat ebben a légkörben. A házigazda ASE sportolói közül Kirchner Dávid arany, Babarik Levente bronzérmet szerzett. Másnap Győrben az atomos Ottófi Lili és Juhász István Dávid nyakába pedig ezüstérem került. Idén is díjazták Szekszárd büszkeségeit. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen 98 elismerést osztottak ki, 17 csapat és 20 felkészítő részére, ez mintegy 400 főt jelent. Ács Rezső polgármester felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére, valamint megjegyezte, a kitüntetésben részesültek teljesítményéhez kell a tehetség, a szorgalom, a kitartás, és nagyon fontos az a családi háttér, mely ehhez a megfelelő feltételeket tudja biztosítani.
A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen azon személyek, egyesületek, szervezetek kapták meg idén is a szexárd büszkeségei elismerést, akik hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. Így például az Aliszka Nyilai IJASZ Egyesület versenyzőinek az országos bajnoki helyezéseket szerző sportolóit is díjazták. Hát ez a városi díj, ez nagyon egyedi. Ez, nagyon örülünk, hogy pont a mi városunkban hozták létre. Ezzel a versenyzőinket is nagyon motiválja, hogy itt azért kapnak egy kis pénzjutalmat, amit bármire tudnak fordítani, és ezzel motiválják őket a következő évre is, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Az egyesületünk az idén 20 éves, úgyhogy februárban ünnepeltük a 20. évünket, és hát ez nekünk egy jubileumi év, és eléggé nívós versenyeket fogunk az idei évben rendezni. Hát fogunk rendezni egy terep országos bajnokságot, és ami a Magyar IJASZ Szövetség rendezésében, és a Szekszárd város támogatásával, és a két helyi IJASZ Egyesület munkájával, a Tolnatájak IJASZ Egyesület, illetve az Aliszka Nyilai IJASZ Egyesület a 3D világbajnokság megrendezésében fog részt venni. A díjazottak pozitív tulajdonságai mellett fontos szerepe van annak a családi háttérnek is, amely biztosítani tudja az ehhez szükséges megfelelő feltételeket, mondta Ásezső polgármester köszöntőbeszédében, majd felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére. És nagyon sok olyan szexuális tehetséges fiatal van, aki sportban, művészetben, tudományos munkában gyakorlatilag a verseny kereteket túlfeszítve egy kicsit nagy teljesítményt ér el, és azért találtuk ki ezt a szexuális büszkeséget címet. Úgyhogy idén negyed célra osztottuk ki, közel 400 fő részére kerültek átadásra a díjak. Ez pedig azért fontos, mert szeretnénk azt üzenni a fiatalok felé, illetve nem csak a fiatalok felé, hanem a teljesítők felé, ezt mondom, mert ez kortól függetlenül, nemtől függetlenül így van, hogy a város figyeli azt a teljesítményt, amit a szexuáliak nyújtanak bármilyen területen, és nem csak figyeli, hanem szeretné is elismerni. És ezzel is szeretné egy kicsit ezeket az embereket, fiatalokat, idősebbeket jobban a városhoz kötni. Azt gondolom, hogy főleg fiatalok kaptak díjakat, az ő számukra pedig azért nagyon fontos, mert a gyökerek, a tradíció nagyon fontos a város, és az ő számukra is azt gondolom, hogy az ilyen díjak, mint a szexuális büszkeség a díja, azt gondolom, hogy anyagiakban nem egy nagy valami, de végig csak egy közösség elismerése. Ez megmutatja azt, hogy a város megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a szexuális fiatalok kiteljesedéséhez szükséges feltételeket megteremtse és segítse. Befejezésként a szexárd sportolója és a szexárd edzője díjakat adta át Ásezső. Az előbbi Gereben Lívia, a KSC kosarasa, míg szexárd edzője Harsányi Mária, a KSC kadét leánycsapatának vezető edzője lett. Nagyon, tényleg nagyon sok kosárlabda sikernek a részese voltam, mint az egyesületi szinten, meg sokszor vittem a diákolimpiai csapatokat is, és hát ez nagyon jól esett ez az elismerés, mert megkaptam ugye a Prima díjat is, hát nem gondoltam, hogy ezt is még megkapom, és nagyon boldog vagyok, hogy a város is elismeri az önkormányzat, és polgármester úr is, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Valóban engem még most is motivál, bármennyire idős vagyok, de nagyon-nagyon szeretem most is végezni a munkámat, de én csak úgy tudom, hogy 100%, 200%-osan, mert különben úgy érzem, hogy semmi értelme nincs, ha csak lemegyek az edzésen, most is égek 1000 fokon, minden meccsen, edzésen, tehát a maximumot szeretném a gyerekekből kihozni. Az ünnepségen 98 díjazott részesült elismerésben 17 csapat és 20 felkészítő. Ez mintegy 400 főt jelent. Erdei Zsolt a már visszavonult világbajnokok között még mindig az egyik legnépszerűbb. Ennek oka őszintesége, a kisemberek iránti empátiája, szakmai hitelessége, amit mint edző és sportvezető tesz szeretett sportágáért, az ökölvívásért, valamint a nehéz sorsú gyerekek felkarolásáért. Az Országos Szakszövetség szakmai elnök helyetteseként felelősség is van abban, hogy az amatőr ökölvívás ne sorvadjon el hazánkban. A népszerűség bizonyos sportolóknál, mi több sportembereknél nem múlandó. Akkor sem, ha már nincsenek reflektorfényben, befejezték pályafutásukat. Erdei Zsolt szexuális bemutató edzése a minap lezajlott küzdősport expón az ökölvívástól távoli embereket is vonzott. Nem csak az ismertség a világbajnoki címek miatt, hanem
Zsoltból áradó szeretet, őszinteség a kisemberekhez való empatikus viszonyulás alapját. Így volt ez Szekszárdon is, ahol a boxot nem is mint sportágat, hanem mint mozgásformát népszerűsítette, nem csak a kisgyerekek, kislányok, hanem a hétköznapi emberek számára is, akiket be is vont a sportág ABC-jét oktató egyórás programba. Meg kell mutatni a nagy közönségnek, hogy ez a sport miből is áll, hogy nem egy durva sport. Igazából persze ez most lehet, hogy butaság volt, mert azért csak durva, mert itt azért arra megy ki a játék, hogy egymást megütjük. De igazából, ha azt veszük, hogy a többi sportág milyen, ott is mennek a küzdelmek, ott is mennek a harcok. Ott viszont úgy kapja az ember alattomos módon az ütéseket, mondjuk egy vízilabdában, egy kézilabdában, vagy egy futballban, és még sorolhatnám a többi sportágat, amikor nem számít rá. Itt viszont mi fel vagyunk vértezve, mi megtanulunk kellene védekezni. Arról nem is beszélve, hogy az, aki gyerekkorától kezdve egy ilyen nevelést kap, és lemegy egy edzőterembe, ahol tiszteletet, alázatot tanul, és szorgalmasan, becsülettel edzés készül, de nem feltétlenül lesz világbajnok, vagy nem lesz kiemelkedő, vagy nem fog tudni kirobbanni. Ettől függetlenül egy olyan alapot kap az életbe, én azt gondolom, ami azért megalapozhatja az ő jövőjét abból a szempontból, hogy az élet viharos tengerén jobban megállja majd a helyét. Erdei Zsolt saját klubja, a Madárfészek gyűjtőhelye azoknak a gyerekeknek, akik, fogalmazunk úgy, egészséges mentális fejlődésük okán nem jó helyre születtek. Akiket a sporton, az ökölvíváson és az ő példáján keresztül is szeretné megmenteni a társadalom számára elsősorban. Ha ez sikerül, példákat lehet majd felsorolni, ugyanúgy örülni fog neki, mint a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai alelnökeként annak, ha újra lesznek eredmények a nehéz helyzetben levő versenyzők hiányától szenvedő magyar amatőr ökölvívásban. Hál' Istennek az elnökségi tagok között valóban vannak olyanok, akik bőkezően adakoznak, és mondom, a kormány támogatással kiegészítve, illetve a kormány támogatást kiegészítve, azt gondolom, hogy így azért elég jól el lehet lavírozni. Természetesen mindenhol lesznek hiányok, mindenhol lehetne még többet fejleszteni, de hál' Istennek azt mondom, hogy ugyancsak a kormány jóvoltából vannak létesítményfejlesztési támogatások is. És amennyiben egy-egy kisebb egyesület is, akár milyen vidékre megyünk, akár Makóra, Hódmezővásárhelyre, Kecskemét, Szeged, tehát bármilyen várost mondhatnék. Ahhoz, hogy jöjjenek és maradjanak a sportággal szimpatizáló új generációk, kellenének bizony az új kótaik, harcsák, hova tovább balzsaik, kokók és persze erdeik. Most ott tartunk éppen, megeshet, hogy egy magyar ökölvívó sem jut ki a nyári tokiói olimpiára. Noha 3 évvel ezelőtt, már az erdei érában, megkaptak mindent támogatást a válogatottak. Az ökővás nem éppen a felfelé ívelő ágon van, de viszont innen már csak felfelé vezethet az út. Megragadtunk minden egyes lehetőséget, amit csak lehetett. Kicsikartunk a szövetségből külföldi edzőtáborokat, Üzbegisztánban, Kazasztánban, Kubában voltak a srácok edzőtáborban. Jött nekik egy külföldi kazak edző, aki irányítja az edzésüket, tehát tulajdonképpen így az utolsó utáni pillanatban még megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy legyen olimpiai indulónk, és hát bízom benne, hogy azért ennek lesz majd látszatja, és valóban lesznek majd az olimpián résztvevő versenyzőink, mert most már tényleg sokan azért aggódnak, hogy akár nem lesznek. Én ettől függetlenül nyilván nagyon optimistán állok ehhez az egészhez. A csapatban benne van 2 kvóta, én azt gondolom. Ökölvívásban a tokiói olimpiára való kijutásért zajló kvalifikációs versenyek márciusban és áprilisban az egyik Londonban zajlanak. A szombathelyi Nagy Lajos gimnázium csapatának győzelmével ért véget a középiskolás futszál diákolimpiai bajnokság országos döntője. A 2. helyen a Diósgyőri gimnázium futszálosai végeztek, míg a PTE Deák gyakorló csapata a 3. helyen zárt, miután a bronzmeccsen büntetőkkel bizonyult jobbnak a paksiaknál.
Az ország legjobb 12 középiskolás futszál csapata népesítette be hétvégén a Gandhi és a Lauber Dezső sportcsarnokot. Pécset rendezték ugyanis a futszál diákolimpiai bajnokság országos döntőjét. A pénteki megnyitón Péterfi Attila Pécs polgármestere kiemelte, hogy a készülő új városi sportkoncepcióban nagy hangsúlyt kap majd a diák és szabadidősport. Azt gondolom, minden olyan sportesemény fontos, ami egyrészt önmagában Pécsre irányítja az ország figyelmét, másodszor meg szeretném, hogyha kimondottan a fiatalok figyelmét Pécsre fordítani. Egyrészt azért is, mert szeretném, ha Pécset is minél több fiatal végülis a sportot egyfajta célkitűzésként maga elé állítaná. Másodszor meg szeretném, hogyha a fiataloknak ez csak egy pici csepp legyen az akár a mai döntő, vagy a holnapi eseménysor, ahhoz, hogy Pécset még élhetőbbnek és még kedvesebbnek tartsa. Hát, ha ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy minél több pécsi fiatal sportoljon Pécset, ez maradjon a városban. Máté János a PSN ZRT vezérigazgatója fontosnak tartja, hogy minél több gyereket vonjanak be a diákolimpiai küzdelmekbe, akik aztán talán meg is maradnak a sportágaknak. Tehát a diákolimpia szerintem bevonz egy olyan közönséget is az amúgy aktívan sportolók mellé, akik ebből egy kicsit talán kimaradnának. Ezáltal reményeim szerint a szülőket, a családokat, a környezetüket is egy kicsit a sport felé fordítják. Azt gondolom, hogy a PSN ZRT-nek vinni kell a zászlót e tekintetben is, tehát a városnak, PSN ZRT-nek ezért is fontos. Nekem a labdajátékok talán egy kicsit a szívemhez közelebb állnak, annál fogva, hogy én magam is ugye kosárba dolgoztam a legtöbbet, de még egy családi vonás, hogy az én fiam itt a városban, Máté Győző a futsalban, egy ilyen mini legenda, ő nagyon sokat tett azért, hogy a városban népszerű legyen, hogy a PEASZ csapata minél eredményesebb legyen. Edzőként is dolgozik, és szerintem ezek a példamutatások is előre viszik a sportágat, előre viszik azt a szándékot, amiről az elején beszéltem. A futsal diákolimpia a legnépszerűbb országos felmenetelű versenye a Magyar Diák Sport Szövetségnek. Idén 407 középiskolás csapat nevezett, melyek közül a legjobb 12 vett részt a döntőn. Ez változást jelent a korábbi gyakorlathoz képest, hiszen eddig 20 csapat, azaz a megye bajnokok és a budapesti győztes jutott az országos döntőre, de idén először egy elődöntőt is rendeztek, így a legjobb 12 gárda vett részt a pécsi fináléban. Hát a futszál ugyancsak az egyik sportág abból a 13-ból, amiben mi évről évre diákolimpiát rendezünk saját hatáskörünkben, ezen felül is még számos más sportágban a sportági szövetségekkel együttműködésben rendezünk diákolimpiát, de a futszál az sajátunk, ha mondhatom így, és ahogy a köszöntőmben is ma mondtam a fiataloknak, ez a legnépszerűbb iskolai csapatsportág, talán nem véletlenül, hiszen ugye a foci egyik válfajáról van szó, és hát mint tudjuk, azt játsszák a legtöbben a gyerekek közül is, úgyhogy a futszál rendkívül népszerű, ahogy szintén elmondtam, több mint 400 csapat nevezett idén csak ebben a korosztályban, és vannak még a kicsik is, az úgynevezett negyedik korcsoport, ők a felső tagozatos általános iskolások, úgyhogy ott még körülbelül ugyanilyen számú csapat, tehát majdnem 1000 csapat országszerte nevez évről évre, ez a legtöbb a csapat sportágak között, úgyhogy ha röviden össze kell foglalnom, akkor azt mondom, hogy a futszál az egyik alapköve, vagy mérföldköve a diákolimpiáknak minden évben. Baranya megyét a PTE Deák gyakorló csapata képviselte. Ők évek óta részt vesznek az országos döntőn. Legjobb eredményük egy harmadik hely volt. Most ismét a bronzérmet szerezték meg, miután büntetőkkel győzték le a Paks gárdáját. De hogy melyik volt számukra a legnehezebb meccs a két nap során? Igyekeztünk nagyon, mert így, hogy mi vagyunk a házigazdák, így mindig az emberben azért benne van, hogy kicsit jobban akar teljesíteni. Reméltük, hogy a négy közé bejutunk tegnap, és végül sikerült. És... Bocsánat, melyik volt a legnehezebb meccs, ha így visszaemlékszem? Abszolút ez volt a Paks elleni döntetlen után, mert már nagyon, nagyon izgultunk, már mindenki fáradt volt, és büntető párbaj lett, így még izgalmasabb volt, de szerencsére jól jöttünk ki belőle. Mi már végzősök vagyunk, jövőre már nem tudunk. Ez volt az utolsó alkalom, ezért is próbáltuk meghúzni. A pécsiek testnevelő tanára bízott a sikerben, hiszen a fiúk gőzerővel készültek az országos döntőre. A srácok évelején kitűzték a célt, hogy első háromba szeretnének végezni. Hatalmas melóval, és főleg ebben a három napban nagyon nagy teljesítményen ezt el is értük. Úgyhogy én ezen a részt nagyon boldog vagyok a srácokkal együtt. Ez a társaság négy csapatból tevődik össze, a PMFC, a Kozám István, a Szent Lőrinc és a Nagy Közel Egyesületében vannak itt a gyerekek.
4 éve osztálytársak, több éve együtt játszanak. Ez volt a céljuk igazából, hogy érettségi előtt feltegyék a koronát a sportteljesítményükre. Ez a harmadik helyen nem sikerült. A döntőt a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium és a Diósgyőri Gimnázium futszálosai vívták. Az országos bajnokok a szombathelyiek lettek. A csapatból Nagy Kevint választották a torna legjobb mezőnyjátékosának. Ezt a csapatnak is köszönhetem, az edzőmnek, a családomnak, hát meg magamnak, hogy mindig maximalista vagyok. Hát én futszálozok a haladásba, és így fekszik nekem eléggé. Szerintem ez teljesen jó volt így, két nap le volt bonyolítva nagyon jól itt Pécsen. Köszönjük a szervezőknek is természetesen, és igen, jó volt, jobbak, mint előző évben. A diósgyőriek lettek az ezüstérmesek, a legjobb kapusnak Gácsi Pétert választották. Hát a csapattal teljesen meg voltam elégedve, úgy gondolom, hogy mindenki beleadta, amit tud, és csapatként harcoltunk, és csapatként egységesen küzdöttünk azért, hogy bejussunk a döntőbe, sajnos a döntő az nem úgy sikerült, de én úgy gondolom, hogy nem lehetünk szégyenkezve, mivel megtettünk mindent, és úgy gondolom, hogy mindenki úgy hagyta el a pályát, hogy büszke lehet magára. Hát én szeretek futszálozni, meg játszok is, nagypályás foci mellett is. Igazából későbbiekben szeretnék majd tovább futszálozni. Egy kicsit gyorsabb, illetve több a technikai húzás, illetve még azt tudnám kiemelni, hogy fejbe jobban kell koncentrálni. Tehát több a kispassz, több a lövés, több a reflexvédés. A futszál a nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet a FIFA irányít. Nem szabad összekeverni a teremlabdarúgással. A futszálban a 4+1 fős csapatok kézilabda méretű pályán játszanak. Gyors, technikás a játék, sok góllal. A labda mérete és anyaga is eltér a teremfociban használtól. Nem maradtak teremfoci nélkül a szenior labdarúgók február elején sem, hiszen 20 csapatos teremlabdarúgó tornát rendezett a Násil Judit Nemzetiségi Egyesület és a Téfit Sportegyesület a Kozármislenyi Sportcsarnokban. A küzdelem két ligában zajlott. A házigazdákon kívül érkeztek csapatok Pécsről, Mohácsról, Bonyhádról, Kaposvárról és Komlóról is, de a környező horvát települések is képviseltették magukat. Délelőtt 8-45 év feletti játékosokból álló csapat két csoportban küzdött a továbbjutásért, a Násil Judit Nemzetiségi Egyesület és a Téfit Sportegyesület közös teremlabdarúgó tornáján. A szabályok értelmében ebben a ligában csapatonként két 40 és 45 év közötti játékos lehetett csak. Ami biztos is, mert ti is tudjátok, többször találkoztatok a Téfittesével, aki nagyon sok rendezvényt hoz ennek a településnek, és úgy gondolom, hogy az egyik főszervezője azoknak a focikupáknak, ami Kozármisteinben öregfiú szinten, és mondhatom a többi utánpótlás szinten is jól működik náluk. A National Judi Egyesülettel pedig már több éves együttműködésük van, és így ennek a mai, mondhatom azt, hogy az év első nagy rendezvényének is egy ilyen közös házigazdái vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez hosszú távon tud együttműködni. A National Judi Egyesület egy nemzetiségi egyesület, és azt tudjuk, hogy a környező horvát településekről nagyon sokan járnak Kozármisleinbe focizni, és hát nekünk meg a fő cél és a fő irány, hogy nem külön, a nemzetiség külön dolgozzon, hanem együtt a településen és a környező településekkel. Hát így lett egy nemzetközi vonatkozása, és az pedig már nagyon hosszú évekre nyúlik vissza, hogy a Kozármisleinek a horvát kapcsolataikon keresztül szépen építkeztek, és a mai napig nagyon jól működnek ezek a nemzetiségi kapcsolatok. A horvát településekről, szinte minden településekről mondhatom, Kökény, Szemely, Pécsudvard, pécsiektől nagyon sokan jöttek, PVSK, ugye aztán mondhatom az összes többit, aki állandóan megfordul Kozármisten, és így Kozármistennek pedig több csapata, az öreg fiúk, és hát mindig vegyes a National Judi csapat, és ezt nehéz is összerakni, mert hát át hangzások vannak a csapatok között idézőjelben, de hát nálunk pont ez a lényeg, hogy vegyesek vagyunk. Egy nagyon nagy lehetőségünk adódott, ugye két éve működik egy nagyon jó EFO pályázatunk a társadalmi szerepvállalás keretén belül, aminek a lehetőségével meg tudtuk alapozni azt a jövőt, amivel ezeket a tornákat, rendezvényeket egy tradicionális rendezvényé tudjuk alakítani. Ennek segítségével azért a mai napon is több mint 20 csapat jelentkezett erre a tornára, és bízom benne, hogy ezek olyan rendezvények lesznek, amivel a jövőben is tudjuk szolgálni a tömeget.
Ha valaki meghallja dr. Papp Zsolt vagy Gelencsér Gábor nevét, biztosan nem a foci jut eszébe, pedig a Pote öregfiúk labdarúgó csapata sikert sikerre halmoz. Most azonban a 45 év feletti kategóriában a bronzmeccset játszotta a gárda, melyen a Komló ellen sikerült győzniük. Mint címvédők mindenképpen a döntőbe szerettünk volna jutni, de hát ilyen a foci, az elődöntőbe, hogy hozzáteszem, hogy nagyon jó csapattól kaptunk ki, de úgy érzem, hogy nekünk is megvoltak a helyzeteink, és megérdemeltük volna a döntőt. Egy-két ember cserélődik, de igazából ez egy baráti társaság, azért szeretünk idejárni, sokat focizunk együtt, és igazából ugyanazt csináljuk, mint a mindennapokban. Ezért is vagyunk ilyen sikeresek. A döntőt a házigazda Násil Judi a Mohácsi Grác autóház gárdája ellen játszotta. A meccset 7 méteresekkel a házigazdák nyerték. Nem mi voltunk az esélyes ennek a tornának, de a lelkesedés az itt most sikerült, taktikailag jók voltunk, és hát ugye a heteseknél bármi lehet. Azokat meg most nagyon pozitívan rúgtuk, tényleg a kapusunk az nagyon jó volt most, ami a heteseknél nagyon fontos. Úgyhogy erre nem számítottunk, de nyilván most ünneplés lesz. A mohácsiak bíztak benne, hogy torna győztesként hagyják el a sportcsarnokot, de a büntető párbajban a kozármislenyiek jobbnak bizonyultak. Azért jöttünk, hogy megnyerjük, ugye nem szeretünk a szimpatikus vesztes szerepébe tetszelegni, de gratulálunk természetesen ugye az ellenfélnek, a hetesekkel is, de jobbak voltak. Ugye a hetes rúgás mindig lútri, de mentálisan erősebbek voltak, és én úgy gondolom, hogy megérdemelték a sikert. Hát a legnehezebb döntőbe jutás volt, én úgy gondolom, az orvos válogatott ellen. Én őket is vártam a döntőbe igazából, ugye, hogy ővelük játszunk, de hát labdarúgásban csak ilyen. Sajnáljuk, de én úgy gondolom, hogy színvonalas tornán vettünk részt, és jövőre ismét megpróbáljuk. Ebben a kategóriában a komlói Somodi Péter lett a gólkirály, a legjobb kapusnak a mohácsi Gil Norbertet, a legjobb játékosnak pedig Helynek Ákost, a Násil Judit csapatából választották. A délutáni 35 év feletti kategóriában 3 selejtező csoportban zajlott a küzdelem. Ez a liga kaposvári győzelmet hozott, második helyen a Bonyhád csapata végzett. A bronzmeccset 2 pécsi gárda játszotta, a Tűzpartner Kft. Lett a harmadik, a Kredit pedig a negyedik helyen zárt. Ebben a ligában Balázs Gábor a házigazdák csapatából lett a gólkirály, és a legjobb kapusnak a kaposvári Hortobágyi Zoltánt, a legjobb játékosnak pedig a bonyhádi Dézsi Tamást választották. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!